A Magyar Telekom volt az első hazai nagyvállalat, amelyik tesztelni kezdte a 4 napos munkahetet. 2022. júniusában indult el az első tesztidőszak, akkor 150 kollégával. Ez mostanra a második körnél tart, és most már 300 ember van ebben a pilotban. A tesztidőszak lényege az, hogy megtudjuk, hogy működőképes-e ez a modell, és hogyha alkalmazható, akkor hogyan, milyen feltételek mentén és milyen területeken lehet ezt megcsinálni. Ahhoz, hogy ez kiderüljön, komoly kutatómunka szükséges. Most is minden héten küldünk ki kérdőívet a résztvevő kollégáknak, hogy egy átfogó képet kapjunk arról, hogyan érzik magukat a programban és hogy működőképes-e. Az előző tesztidőszakhoz képest mostanra több a műszaki és IT területen dolgozó kolléga a tesztben, és az ő helyzetük az különösen érdekesnek tűnik. A szakmai meetup sorozatunkat tavaly indítottuk, és eddig 4 nagy sikerű alkalom van a hátunk mögött. A mostani 4 napos munkahét az IT világban című meetup az 2 szempontból is különleges lesz. Egyrészt ugye nyilván szoftosabb téma, most nem lesznek demók, nem lesznek use case-ek, nem lesz annyira mély szakmai a tartalom. Másrészt meg a Business Festen június 8-án tartjuk majd meg ezt az alkalmat a Telekom színpadán. Úgy gondoljuk, hogy ez most egy szélesebb körnek is érdekes téma lehet, vezetőknek, HR-eseknek és nyilván IT vagy műszaki területen dolgozóknak egyaránt. Szombat van, lenyírod a füvet? Ó, drágámnak, mert tegnap rendbe tettem a kertet. És több idő jut az unokámra.